Sziasztok, továbbra is a szabadban sütögetünk, csak most már egy picit jobban felszerelkeztünk. Első videónkban elmondunk néhány praktikát a grillezésről. Grillezésnél egy pár apróságra érdemes odafigyelni. Ilyen például, hogy villával ne forgassuk a húst, inkább csipesszel, hogy a villával megszurkáljuk, kifolyik belőle a szaft, és nem lesz olyan jó szaftos a húsunk. Aztán ne forgassuk egyfolytában a húsokat, mert könnyebben szétesnek. Várjuk meg még egy pár perces csúr minden oldalon, hogy kicsit megkérgesedjen, megkeményedjen a hús, sok könnyebb forgatni, szebb lesz a húsunk. Olyan zöldséget érdemes grillezni, aminek alacsony a víztartalma, padlizsán, cukkini, paprika, kukorica, ezek is alkalmasak grillezésre. Most már szinte mindent, a sajtokon keresztül, gírkolbászok, halat, nagyon sok mindent lehet grillezni. Ha mégis szárazabb húst szeretnénk grillezni, akkor otthon is begöngyölhetjük szalonnába, vagy elmehetünk a áruházba, is lehet venni ilyen előre szépen betekert göngyölt szűzpecsenyét, ami nagyon alkalmas a grillezésre. Illetve, hogyha a vendégek kicsit később érkeznek meg, úgy tudjuk a húst melegen tartani, hogy alufóliába egyszerűen csak becsomagoljuk a húsokat.